Hölgyválasz. Folytatjuk a múlt héten kezdett témát. A sport, amely végig kísér egy életen át. Vendégeink. Cifrik Hajnalka 10 éves korában tanult meg úszni, ami kisebb-nagyobb kihagyásokkal azóta is az élete része. Két felnőtt lány édesanyja. Masters úszóként állt már korosztályos Európa-bajnoki dobogó tetején, de a rendszeres edzésekre mégis inkább a mozgás öröméért jár. Közel 30 éve vezeti Sopronban a babaúszást, ahol ugyanezt szeretné megmutatni a családoknak, arra tanítva őket, hogy a mozgásra való igény váljon életük részévé. Székely Éva szavaival élve, csodálatos ajándékot kapott az élettől, egy sírig tartó kék tiszta szerelmet, az úszást. Szlávi Anna 3 gyermek édesanyja. Édesanyja tornászbajnok volt Budapesten. 10 éves koráig művészi tornázott, és ez egy életre megadta az egészséges állóképességét. Minden természetközeli sportnak az egészség a velejárója. Önbecsülését emelendő, szereti magát kipróbálni új mozgásformákban. Ami előszörre lehetetlennek tűnik, aztán mégis sikerül. Tájfutás, tájékozódási kerékpározás, túrázás. Vallja, soha nem késő. Most épp az íjászat a mozgás kifinomult szépségével, legújabb mégis gyermekkori álmaként talált rá. Puskás Borbála kétszeres anyuka, sőt én már boldog nagymama. Fiatal korában atléta versenyző, szenior korától triatlon versenyző. Úszni 39 évesen tanult meg, az első maratont 42 évesen futotta, és az első Ironman versenyét 50 évesen teljesítette, amit eddig 7-szer megismételt. A rendszeres mozgás a mai napig is az élete része. Nálunk korosztályokra bontják, igen, nyilván már a versenyzőket, és van, amikor egy ilyen bonyolult számítás alapján mondjuk csak egy, második, harmadik helyezést osztanak ki. Na most van a társadalmunk, vagy hát az úszó közegben olyan, aki ilyenre el sem megy, mert ő neki nincs a nyakába érem. Engem nem ez motivál. Amit az elején is mondtam, hogyha sikerül egy jó időeredményt úsznom, az számomra sokkal izgalmasabb, mint az, hogy most hazavittem a dobozba még 8 érmet. Arról is érdemes szerintem beszélnünk, hogy igen, múlnak az évek, igen, az ember tükörbenézés látja, hogy tényleg múlnak az évek, de amit valljuk be, ilyen változó kor környékén nem is biztos, hogy olyan egyszerű elviselni, sok minden összejátszik egyébként, de úgy gondolom, hogy aki sportol, rendszeresen sportol, most akár versenyszinten, akár csak rendszeresen sportol, annak ezt az időszakot is könnyebb átvészelni. Szóval nem kerül annyira padlóra attól, hogy múlnak az évek. Nem tudom, hogy ti ezt hogy értétek meg. Én a Hajnit tudom, mert amikor egyszer már nem tudom hány éves voltam, és akkor kicsit úgy buslakodtam még ugye a közösségi portálon, akkor valami mosolygó jelet küldtél, ó, lesz ez még több is, és szuper, ez így rendben van, nem számít, hogy te tényleg így éled meg? Igen. Nyilván engem is érintenek a kellemetlenségei, de talán amit az edzés adott, a kitartást, azt, hogy majd ennek is vége lesz. Nyilván a kor felettünk is jár, de a sport szerintem a mozgékonyságunkban kevésbé látszik ez. Tehát az, vagy a sporttól kevésbé érezzük. Meg azért fiatalok között vagyunk, megyünk rendszeresen, tudjuk csinálni. Igaz, hogy én is korosztályos versenyző vagyok, tehát nem tudom titkolni, ha akarnám, sem akarom, de nem akarom. Jól érzem magam a bőrömbe, amíg én így tudok mozogni, úszni, futni, biciklizni, addig tőlem rendben van az, hogy x éves vagy y éves vagyok. Az... Na, tudom, már mi vettél ebbe a csoportba. Igen, én is így érzem. De... Jó, jó. Tehát a mozgással semmi baj, fiatalok, sportolók vesznek körül, igen, és úgy jó látni az egészséges embereket. Egyszer olvastam egy mondatot, ami engem nagyon megfogott, hogy az emberi test az egyetlen olyan szerkezet, amit ha nem használsz, akkor is elromlik, vagy akkor romlik el. Igen. És ezt én úgy gondolom, hogy annyira igaz, és annyira kellene ezt mindenkinek tudnia, amennyire most még nagyon kevesen tudják, de nagyon bízom benne, hogy ezzel, hogy rengeteg uszoda sportcsarnok épül, hogy tényleg egy kicsit nagyobb teret kap az emberek életébe a sport, és nem csak a gép előtt fognak ülni, mert különben 30 évesen nem fog tudni mozogni.
Szerintem is senki nem ússza meg igazából a sportot. Uh-huh. Tehát egy bizonyos életkoron túl kell, hogy mozogjál, valamit csinálni kell, hogy jól érezd magad, hogy ne legyél beteg, hogy friss maradj szellemileg is. Szükséges. A frissességről beszélünk, azért egy olyan korszakot tudunk most magunk mögött az elmúlt egy évben, amikor bizony főként így lelkileg instabillá válhatott az ember, hiszen a járványhelyzetet még szerintem a legerősebb mentális erővel rendelkező emberek is nehezen élték meg. Ezt az időszakot ti hogy éltétek meg, és egyáltalán a sport mennyire játszhatott szerepet az életetekben? Számomra leginkább az bizonyosodott be, hogy nekem kell a víz. Tehát az első lezárásnál ugye márciustól nem mehettünk vízbe, és tényleg mi mentünk a párommal minden nap dolgozni, nem tudtunk, mentünk minden nap. Vagy futottunk, vagy otthoni torna, tehát a mozgás megvolt akkor is, de nekem borzasztóan hiányzott a víz, és én volt, hogy beültem egy kád vízbe otthon, csak azért, nem, hogy nem azt nem tudtam. Viszont egy nagyon kedves ismerősömnél volt egy lehetőség már áprilisban, hogy bizony neoprénbe a 17 fokos ottani medencéjükbe gumikötéllel kikötve már tudtam menni hetente kétszer úszni, hogy vízbe legyek. Aztán szerencsére a mostani lezárás már nem érintett minket, hiszen a sporttörvény a versenysportolóknak lehetővé tette azt, hogy edzeni mehessünk, úgyhogy igazából ez már annyira nem viselt meg. Buri, te tudtál edzeni? Én lehettem futni, biciklizni. Ott volt egy időszak, amikor jött egy kisebb betegség, akkor amiatt nem mehettem, az letöri az embert valóban, és akkor tényleg csak arra tud az ember gondolni, hogy mikor lehet újból menni, és vágyik az ember a megszokott mozgásformára, és ezért is jó a sport, mert akkor arra törekszik az ember, hogy végre újból sportolhasson, és amikor oda eljut, akkor kerek lesz a világ megint. És hát addig, amíg nem tudtunk úszni, én azért kevésbé szenvedtem tőle, de hiányzott. Mi meg kerékpározni az nyilvánvalóan szabad. De hiányzott, szóval most már én is azért vízfüggő vagyok, mondhatjuk ez alatt a 20 év alatt, igen. Anna, te hogy élted meg ezt a járványügyi helyzetet? Gondolok itt akár egyéb mentális, vagy egyéb terhéről. Hát engem tehát nem érint annyira, mert az erdőbe mindig lehetett menni, tehát az erdőbe lehetett futni, sőt, én láttam, hogy olyan kevesen vagyunk, most nem mernek az emberek az erdőbe menni, úgyhogy én énekelve futottam, mert tényleg nem voltunk az erdőbe valahogy, amikor a Covid betört. Hát annak köszönhetem, hogy versenyengedélyt váltottam ki, különben soha nem váltottam volna ki versenyengedélyt, hogy mehessek edzésre, úgyhogy ezért mentem el versenyre utána, mert ha már van versenyengedélyem. Aha, azt egyik a másikat maga után. Úgyhogy nekem abszolút pozitívan jött le ez így. Adjunk tanácsot esetleg azoknak a nézőknek, most így a saját sportágotokra gondolok, akik biztos, hogy nagyon sokan vannak úgy, hogy holnap elkezdek úszni, holnap elkezdek futni, holnap elkezdek ezt vagy azt csinálni. Mi az, amiből motivációt nyerhetnek, hogy tényleg elkezdjék, tehát hogy ne ez legyen ez a túljuk magunk előtt ezt a mozgást, hogy mivel lehetne őket motiválni, hogy valamibe vágjanak bele? Hát az úszásra az új úszodával, ha egyszer megnyílik, szerintem az mindenki. Szép lesz, szerinted? Igen, én voltam bent, nem úszni még, hanem egyáltalán csak körülnézni, vízfelület lesz. Tehát nem lesz az a kifogás, ami eddig volt, hogy tele van úszó gyerekekkel, és nem lesz hely, hiszen lesz egy 50-es, meg egy 25-ös 10 pályás medence. Úgyhogy úgy gondolom, hogy aki igazán szeretne, annak lesz helye, és fel tud menni. És én mindenképpen javaslom a rendszerességet, mert ha egyszer beépül az életbe egy tevékenység, akkor ezt már sokkal könnyebb csinálni. Nyilván, ha valamiért szüneteltetni kell, akkor mindig nehezebb visszaállni, mint amikor bent vagy egy ritmusban. Igen, az fontos szerintem, ha a naptárba felírjuk, vagy beírjuk, megtervezzük, hogy hétfő, szerda, pénteken ezt meg ezt csinálom, akkor talán jobban tartjuk hozzá magunkat, és akkor tényleg elmegyünk. Nekem sincs mindig kedvem elindulni, edzeni, vagy fáradt vagyok, vagy van. Akkor így leszabályozom az agyamat, hogy még nem gondolkozol, húzd a futócipőt, indulj el, futok. Na jó, most már gondolkozhat nyugodtan, aztán fejben meg is oldom a problémákat. Nincs mindig kirobbanó kedve az embernek, de azt mondhatom, hogy
ha nincs is kedvem mondjuk az úszáshoz sem reggel, mert még álmos vagyok, nyűgös, vagy a futáshoz, de mindig az edzés végére megváltozik a hangulatom, és nem azt mondom, hogy megoldódnak a gondok, de valami megoldás, vagy valamilyen megnyugvás, vagy sokkal jobb lesz utána. Tehát és hogyha az ember a rendszerességre visszatért megszokja, akkor egy idő után hiányozni fog neki, és igényli. Tehát addig kell eljutni, amíg rendszeres lesz ez a mozgás. Anna, te tudsz ehhez valamit még esetleg hozzátenni, hogy mi az, ami motiválhatja a nézőket, hogy tényleg vágjanak bele? Hát az egészség, igen. Nagyon fontos. Igen. Tehát ha valaki egészséges akar maradni, akkor mozogni kell valamit. A futás az ott van, a két lába. Ha két lépést tud futni, két lépést, holnap három lépést, és ez azért mindig fog javulni. Ja. Én is például 11 kilométert futottam. Ügyes vagy? Nagyon ügyes vagyok, így érted, most hozzátok képest semmi. De nem, hát de miért? Egyszerűen benne a hegyek között gyönyörű volt, és ez a Sopronnak egy gyönyörű adottsága, hogy itt vagyunk közvetlen az erdők mellett, és gyönyörű szép. Buszmegállóval el lehet indulni, futni. Igen. Tehát 5-10 perc alatt nem az erdőben van, hogy az ember. Nem kifogás, hogy a Jerevánon élek, mert fölül egy buszra, és ott van az erdőben. Azt mondtuk ugye, hogy a sport az nem korosztályhoz kötött, akkor azért azt is szögezzük le, ha az erdőről szó volt, hogy az a mondjuk nyugdíjas, akár 70 év feletti, mint például az én édesanyám, aki gyalogol még hozzá, simán legyalogol a barátnőjével, szerintem őrületes tempóban 10-12 kilométereket az erdőben, hogy az is sport. Hogyne, a gyaloglás is abszolút. Úgyhogy azzal is, aki abba belekezd, az is nagyon-nagyon jó. Igen. Mit mondtok egyébként, mert hogy mondtátok, hogy rendszeresen, szerintetek mi az, ami egy átlagembernek, nem versenysportolónak, tehát ugye a heti hány alkalom kellene, hogy azt lehessen mondani, hogy ez már egy rendszeres sport, ez egy jó hatású sporttevékenység? Hát, én kettő, de az kevés. Háromra tippelek én is, hogy azért annyi kell. Ja. És a túledzettségre is figyelni kell egyébként, szerintetek? Mert ugye ez a másik, amikor valaki hirtelen azt mondja, na jó, belevágok, de akkor most aztán egy hónap alatt én nem tudom, a nulláról fel akarok ütni a csillagos nem égig. Szabad így belevágni. Akkor inkább kérjen egy edző segítségét, de azt gondolom, hogy tehát mint semmiben nem lehet egyik napról a másikra eredményt elérni. Nem, türelmesnek, kitartónak kell lenni, de az mindig meghozza az eredményét. Meg a fokozatosság. Hát egyből nem ugorhatunk neki egy Ironmannek, mert hát az úgy nem megy. Céljaitokról meséltek nekem még, hogy a jövőben mi minden szeretnétek elérni, mire készültök, mi szerepel ott az álmaitokban, akár a távolabb jövőben, Hajni? Hát ha minden jól megy, akkor jövőre Rómában lesz az Európa-bajnokság, én azért arra szeretnék eljutni, illetve minél több ilyen versenyre, és szeretnék úszni, ameddig élek. A Bánki Horváth Béla bácsinak van egy nagyon jó mondása, vagy volt egy nagyon jó mondása, hogy ha jól emlékszem, úgy így szólt, hogy addig úszom, amíg élek, mert amíg nem. Hogy is? Mert nem addig tudom. Élek, amíg úszok. Mert amíg úszom, élek. Tehát addig, amíg élek, úszom, mert amíg... Mert úszom, élek. És ez nehéz volt. És én is úgy gondolom, hogy nekem ez hozzá fog tartozni az életemhez most már mindig. Mori, neked rövidebb és hosszabb távú terveid? Hát mozgásban maradni, továbbra is folytatni a triatlont. Tetszik ez az összetettség. Azt hiszem, hogy lenne még kedvem Ironmant megcsinálni, jól megcsinálni, nem csak végigmenni rajta, de ez attól függ, hogy jól fel tudok-e készülni, engedi-e a testem, a szervezetem, ha nem, akkor elengedem, akkor rövidebb távú versenyeken még azért indulnék. Igen. És példát mutatnál az unokádnak, azt hiszem. Igen, van egy hetes kisunokám, úgyhogy ha a kisfiú, ha arról van szó, akkor megtanulok focizni, nem gond. Úgyhogy mozgásban szeretnék maradni. Tervekből akad bőven. Igen. Anna, neked mik a terveid, akár hosszabb, rövidebb távon? Ugye a száp, valahogy a vízhez kötődés. Tehát ugye a vízsága, igen. Akkor kajakozás, mert én kajakoztam valamikor, tehát a sportszerűen, akkor a lovasi jászat is nagyon érdekes lehet még. Na. Meg még van egy lista.
Akkor lesz még mit kipróbálják. Igen, igen. Akkor azt lehet mondani így a beszélgetés legvégén, hogy köszönitek szépen, a helyeteken vagytok, rendben vagytok, jó úton haladtok. Igen, igen, köszönjük, úgy érzem. Köszönjük. Én is. Köszönöm szépen, hogy elfáradtatok a stúdióba, és további nagyon jó sportolást kívánok nektek. Sok-sok örömteli, sporttal teli órát, évet. Köszönjük. Évtizedeket. Igen. Köszönjük. Sziasztok. Jó egészséget.